16-os számú feladat, általában ezekre a feladatokra jellemző, hogy hosszú szövegezésű, a feladat részek egymástól elválnak, hiszen nem lenne jó az, hogyha valaki elhibázza az első feladat részt, esetleg nem tud tovább menni, vagy rosszul tud tovább menni, és azokra esetleg nem kap pontot, hiszen összesen 17 pontos feladatokról van, szóval 17%-nyi eredményt lehet megszerezni egy-egy ilyen feladat megoldásával. Az első része a 16-os feladatnak az, hogy egy bizonyos fiú használt elektromos autót szeretne vásárolni, mégpedig úgy, hogy takarékoskodik. Először betesz a takarék számlájára az első hónapban 50 ezer forintot, majd minden hónapban 1000 forinttal többet, és az a kérdés, hogy 4 év alatt, tehát 48 hónap alatt összetudja gyűjteni, vagy nem tudja összegyűjteni a 3,5 millió forintot, amiben kerül az autó. Hát tekintsünk el attól, hogy lehet, hogy 4 év múlva nem annyiba kerülne, mint most, hogy ez többe, kevesebb, az a technikától is függ, de ez egy matematika feladat volt, így végül is ez egy számtani sorozat, de ha valaki csak simán a számológépével azt mondja, hogy 50 ezer, meg 51 ezer, meg 52 ezer, meg 53 ezer, meg 54 ezer, és 48 számot így összead, és a végeredményt megnézi, ha ez nagyobb, mint 3,5 millió, akkor nyilván össze tudta gyűjteni, ha kisebb, akkor meg nem tudta összegyűjteni. Tehát időkérdés az, hogy összeadunk 48 számot, számológéppel nem is olyan túl bonyolult, de aki képezet alkalmazott, mint ahogy nyilván többségében talán a számtani sorozat képezet alkalmazták, az felírhatta ezt a függvénytáblából is ismerhető képletet, és azt kapta, hogy ez nem sokkal, 28 ezer forinttal, de több, mint 3,5 millió forint, tehát Péter meg tudta venni, össze tudja spórolni ezt a pénzt 4 év alatt. A második része a feladatnak, továbbra is elektromos autókról beszélünk, 2012 és 2017 között vizsgálták meg, hogy mennyi autót gyártottak ezekben az években, 110 ezer volt 2012-ben, és majdnem 2 millió 2017-ben, tehát egy elég intenzív növekedés van. Ezt kellett ábrázolni oszlopdiagramon, azt gondolom, hogy ez nem jelentett problémát, fel kellett venni az egyik koordinátarendszert, az évek szerepelnek, illetve a másik koordinátarendszert, ahol a darabszámok, és ki kellett alakítani ezt az oszlopdiagramot. Jól látszik, hogy ez ilyen exponenciálisan növekedő számot jelent. Tehát ez biztos, hogy meg kell tudni oldani. A kérdés a következő már az volt, hogy ez alapján egy matematikai modellt állítottak fel, hogy egy képet adtak meg, hogy ez valóban hogyan, várhatóan hogyan fog növekedni. Ez a függvény, ez egy exponenciális függvény volt, ahogy a rajzból ez látszik is. 0,122x2 a 0,822x összefüggés adja meg, és az volt a kérdés, hogy ez alapján, a modell alapján várhatóan mikor éri el az elektromos autók gyártási száma a 25 millió darabot. Ez egy exponenciális egyenlet, ilyesmi már volt, ez egy picit nehezebb annyiban, hogy logaritmust mindenképpen kell alkalmazni hozzá. Ennek a számolásnak a végeredménye, ha figyelünk arra, hogy millió darabban adták meg, tehát néhány kis apróságra azért figyelni kell még közben, pontosan kell számolni, az x-re 9,34 századot kapunk, vagyis azt jelenti, hogy 2012-höz képest 10 éven belül el fog érni, tehát 10 év, a 10. év lesz az, tehát 2022-ben fogja elérni a gyártási száma 25 milliót, ha ez a képlet körülbelül jó lehet. Szerintem célszerű ellenőrizni is, megnézni, hogy most már konkrétan a 9. évben mennyi, 20,5 millió, a 10-ben 36,5 millió nagyjából, tehát valóban a 10. évben fogja elérni. Szeretném elmondani azt itt is, hogy persze az is teljesen jó megoldás, hogyha az X helyére ebbe a képletbe 2017-nél kellene bérni 5-öt, beírunk 6-ot, kiszámoljuk, hogy mennyi, 7-et, kiszámoljuk, hogy mennyi, és akkor nem kell logaritmus se hozzá, és akkor látjuk azt, hogy F9 20,5 millió, F10 36,4 millió, tehát 10 éven belül, a 10. évben, 2022-ben érjük el 25. Tehát ez is teljesen korrekt, jó megoldás kellett, hogy legyen. És az utolsó feladat rész az volt, hogy ez a gyártó cég, aki elektromos autókat gyárt, 5 különböző típusú autót csinál, készít. A reklámfüzet fedőlapjára az 5 féle típus közül egy vagy több, tehát 2, 3, 4 vagy 5 autótípust is el lehet helyezni, de legalább egyet el kell helyezni, és hány lehetőség közül választhat a tervező. Tehát ez azt jelenti, hogy
Ha csak egy autót akar feltenni rá, akkor ugye ötféle lehetősége van neki, fölteszi az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös típust. Ha kettő autót akar feltenni, ugye az mindegy, hogy milyen sorrendbe teszi fel, ez a kettő legyen ott, az 5 autóból kell kettőt kiválasztani, ezt matematikai lényeg, hogy 5 alatt 2, 10 féleképpen teheti meg, ha 3-at, akkor 5 alatt 3, ha 4-et, 5 alatt 4, és ugye mind az 5-öt azt egyféleképpen teheti meg, így 31 lehetősége van a nyitókép elkészítésére. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy tulajdonképpen akkor ez azt jelenti, hogy van egy ötelemű halmazunk, és minden részhalmazt nézzünk meg, az mind jó lesz, ez 2 az 5-en lenne, 32 darab, de az üres halmaz, tehát nincs egy autós, az nem lehet, ebből egyet kivonunk, és így 31 lesz. Tehát ez volt az első összetettebb feladat. Aki ezt végig megcsinálta, az azt gondolom, hogy jó lépést tett a jeles osztály felé, és egy ilyen dicséretére is válik a munka. 17-es számú feladat. Föld teljes vízkészletétről beszél. Folyékony halmazállapban ez közel 1400 millió köbkilométer lenne. Jég, víz, vízgőz, kicsit itt a földrajzba vagy az ökodolgokba is belemegy a feladat eleje, ami nagyon jó dolog szerintem, hogy szintén foglalkozunk ezzel. Ennek a vízkészletnek azonban csupán 3%-a édes víz, hiszen alapvetően az óceánok jelentik a legtöbbet, és ennek a 3%-nak is mindössze 20%-a folyékony halmazállapotú, hiszen a többségében a jégtakaróban található meg ez az édes vízkészlet, ami hát sajnos fogy, de ettől még azért szerencsére komoly utánpótlás van. A kérdés az volt, hogy ha csak ezt a folyékony halmazállapotú édesvizet nézzük, akkor ez egy mekkora glóbuszba, vagy gömbbe férne bele. Nézzük, hogyan lehet ezt megoldani. 1400 millió köbkilométert meg kell szorozni ugye a 3% miatt 0,03-dal, utána meg kell szorozni 0,2-vel, hiszen csak a 20%-a az, ami folyékony formában van. Így azt kapjuk, hogy összesen végül is olyan édesvíz, ami folyékony formában rendelkezésre áll, az 8,4×16-on, tehát 8 millió körüli köbkilométer. Nézzük, mekkora a gömb térfogata, ismerjük is, benne van a függvénytáblázat, 4/3 R köb pi-vel lehet kiszámítani. Ha ezt a kettőt egyenlővé tesszük, osztunk, egyenletet rendezünk, megkapjuk azt, hogy az R értéke, végén még köbgyököt kell vonni, ez 126 km lenne. Tehát egy 126 km sugarú gömbbe férne bele a Föld összes édesvíz készlete, ami folyékony halmazállapotban van, az ez szép nagy gömb lenne. Nem hiszem, hogy készítenek valaha is ilyet. A B feladat egy környezetvédő szervezet logót készít, elkészítette a nyers rajzot, három színnel, nem akarják túl variálni, három színnel akarják kiszínezni, sárga, kék és zöld. Úgyhogy a szomszédos tartományok nem lehetnek azonos színűek, nem is lenne sok értelme, hogy összevonnák őket nyilván. Ez egy elsőre elég bonyolultnak tűnő feladat, hiszen koncentrikusan van két ábra, ezen belül egy ilyen kis margarétaszerű virág, aminek közepe köré és hat ilyen kis szirmot tartalmaz, három szín, lehet, hogy ezt valaki passzolta is azonnal, de ha belegondolunk, talán mégsem annyira bonyolult a feladat, hiszen ha kívülről nézzük, a külső sávot nyilván háromféle színnel színezhetjük ki, lehet ez sárga, kék vagy zöld. Akármelyikkel is színezzük ki a következő részt, már csak kettő színnel tudjuk kiszínezni, hiszen egy nem lehet szomszédos a másikkal, tehát erre kettő lehetőségünk van. Az ebben a részben levő hat kis szirmocskát, ha ezt kiszíneztük mondjuk ezt a középső, vagy második sávot zölddel, akkor nyilván a hat kis szirmot már csak a másik két színnel színezhetjük ki. Egy színnel nem lehet, mert akkor a szomszédosak ugyanak lennének. Három színt nem alkalmazhatunk, mert ez a sáv nem teszi már lehetővé. Tehát két szín kell, de megvan, hogy melyik két szín. Ezt a kettőt választhatjuk, csak nincs igazából választási lehetőség. Ez egy lehetőség van, a maradék két szín kell. Annyi eltérés lehet, hogy nyilván, hogy mondjuk a zöld és a sárga marad erre, akkor ez a hat kis szirmocska, ez kétféleképpen forgatható, mondjuk a középső-fölső egyszer zöld, és utána jön a sárga, zöld, sárga, vagy pedig sárga és zöld. Tehát tulajdonképpen kettő lehetőségünk van ezen belül. És hát a középső kis kört nem színezhetjük másra, csak arra, mint a második sávot, hiszen ezek a szirmocskák két színből állnak, kötelezően a harmadik szín kell, hogy legyen középen, tehát nincs újabb variálási lehetőségünk. Így három lehetőség volt kívül,
két lehetőség volt a második sávra, a forgás miatt két lehetőség a szirmokra, tehát 3x2x2, vagyis 12 lehetőség adódott. A harmadik rész, aki nem ismeri a formulát pontosan, annak szerintem nehéz volt, de ez egy vinyonyos valószínűség. Arról van szó, hogy egy italautomata meghibásodott, véletlenül ad ki szénsavas és szénsavmentes vizet, ha megnyomunk egy gombot. A szénsavmentes 0,8 valószínűséggel, a szénsavas pedig 0,2 valószínűséggel jön ki. Az ott a kérdés, hogy ha 7-5 napját nézzük, legalább 4 napon szeretnénk szénsavmentes vízhez hozzájutni, hogyan lehetséges ez? Ha legalább 4 napon szeretnénk, akkor jó az, hogyha 4 napon hozzájutunk, és jó az, hogyha mind az 5 napon szénsavmenteset kapunk. Az 5 napos az viszonylag egyszerű, hiszen ha 0,8 a valószínűsége, hogy egy napon szénsavmentes jön, akkor minden nap 0,8 a valószínűsége, tehát 0,8 az ötödike lesz a valószínűség. Ez egy hosszú tizedes tört, hogy kiszámoljuk. A 4 napos egy picit bonyolultabb, mert bár az alap itt is az, hogy 0,8 a negyediken szer 0,2, hiszen egyszer ugye szénsavasat kell kapnunk, és annak 0,2 a valószínűsége, de az 5 napból lehet, hogy hétfőn kapok szénsavasat, lehet, hogy kedden, lehet, hogy szerdán, csütörtökön, hogy például, tehát 5 lehetőségünk is van erre, ne felejtsük el ezt megszorozni, remélem minél többen ezt is megtették, és akkor ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor végül is 0,73728 százezred, körülbelül 0,74, ha valaki kerekített a valószínűsége annak, hogy legalább 4-szer szénsavasat kap. És az utolsó feladathoz érkeztünk. Az utolsó feladat, amit lehet, hogy már sokan nem választottak, mert a 16-17-es elvitte a két lehetőséget. Először az első része egy múzeumnak az alaprajzát láthatjuk, ami mindösszesen 6 szobából áll. Közötte ajtók vannak, egyikből be lehet menni a másikba, de nem mindegyikből mindenhova. És azt mondta, hogy ezt az ábrát szemléltessük gráfokkal, ahol a szobák legyenek a csúcsok. Az, hogy az ajtó van, tehát át lehet menni egyik helyről a másik, az pedig az éleket jelentse. Hogyha ezt ennek megfelelően elkészítjük az ábrát, akkor egy egyszerű 6 pontból álló és ezeket összekötő vonalrendszert kapunk, ezt hívjuk gráfnak. Ha valaki nem ijedt meg a fogalomtól, hogy gráf, és értelmezte csak a feladatot, és látta, hogy melyik pontból hányféle úton lehet menni hova, akkor ezt le tudta rajzolni egészen biztos. A második feladat tulajdonképpen egy szöveges egyenlet volt, ilyen régebben azért több volt, ez volt is hasonló már korábbi évben is. Ebben a múzeumban háromféle belépőjét lehet váltani, teljes árut, kedvezményes árut, gyerekdiák, nyugdíjas, pedagógus és fotójegy, aki még fényképezőgépet is akar használni, ez a legdrágább nyilván. Januárban azt tudjuk, hogy 4-szer annyi kedvezményes belépőjét adtak el, mint teljes áru jegyet, viszont fotójegy nyilván kevesebbet, hiszen csak az emberek 12,5%-a akart a teljes áruhoz képest fotójegyet is venni, vagyis tulajdonképpen, ha X-el jelöljük a teljes áru jegyeknek a számát, akkor a kedvezményes árujegyek száma 4-szer ennyi. A fotózási lehetőséggel élni akarók a teljes árujegyek száma 12,5% volt, tehát 0,125-ször x volt a fotójegyet igényvők száma. Ha ezeket az x-et, 4x-et, 0,125x-et megszorozzuk a jegyeknek az árával, akkor megkapjuk azt, hogy összesen mennyit fizettek azok az emberek, akik múzeumba mentek. És megadták nekünk még a teljes árat, hogy ez 912.600 forint volt. Ha ezt egyenletté alakítjuk át, akkor azt kapjuk, hogy végül is összesen 624 teljes áru jegy fogyott el. Nyilván ennek a 4-szerese volt a kedvezményes, és ennek egy része volt a fotójegy. Viszont a kérdés az volt, hogy hány darab jegyet adtak el, ezekkel, amit előbb mondtam, kiszámolhatjuk, 3198 jegyet adtak el januárban. Ezt kaptam én, és remélem, hogy még sokan mások szerte az országban. Nézzük a C feladatrészt. 5 diák, 3 lány és 2 fiú megbeszélték, hogy a múzeumba mennek. Nagyon dicséretes dolog. 10-re beszélték meg, sorban egymás után érkeznek különböző időpontokban. Ez ugye azért fontos, hogy meg tudjuk őket különböztetni.
és véletlenszerű a sorrendjük. A kérdés pedig az volt, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy legfeljebb egy lánynak kell várakozni fiúra. Két eset jó, egy lánynak se kell várakozni, vagy tényleg egy lánynak kell várakozni. Ez pedig a következőképpen lehetséges. Ha a végén érkezik a három lány, és a két fiú megelőz mindenkit, ez jó. Ez hogyan lehet? A lányok sorrendje 3 faktoriális, lehet a fiúké 2 faktoriális, tehát összesen 12 ilyen esetünk van. A másik, hogy két lány érkezik a végén, előttük egy fiú, ott már lány nem lehet, mert az előbb már beleszámoltuk, és az első kettő sorrendje mindegy, ilyenkor tényleg csak egy olyan lány van, aki megelőz fiúkat, a másik két lány nem előz meg fiúkat. Tényleg arra kell vigyázni, hogy viszont a két lány előtt egy fiú érkezzen, mert különben az előző esetet újra számolnánk. Így viszont az utolsó lány ugye 3 fél lehet, utolsó előtti 2, a fiú 2 lehet, és a maradék fiú vagy lány sorrendje szintén 2 fél lehet, összesen 24 eset, vagyis összesen 36 kedvező eset van, az összes eset száma 5 faktoriális 120, 36 per 120, 0,3 a valószínűsége annak, hogy legfeljebb egy lánynak kell várakoznia. És akkor elérkeztünk az utolsó feladat D részéhez, utolsó részéhez. Egy kiállításon volt egy minimalista kép, 2 kis félkör részlet szerepelt rajta, egymás alatt egyszer 2 egyforma félkör, alatta pedig 2 különböző félkör, de az összes átmérőjük pontosan ugyanannyi volt. Dezső azt mondta, hogy szerinte azért is egyenlőség a kép címe, mert egyenlő hosszú az összes vonalnak az összege, és hogyha kiszámoljuk, hogy ez a 48 centi, ami összesen van a 2 átmérőre, ha egyik eloszlásban van és a másik eloszlásban van, akkor valóban azt kapjuk, hogy a 2 egyforma, tehát Dezsőnek igaza van. Az első rész könnyebb, hiszen ha 2 egyforma van, akkor mindegyiknek a sugara 12, pontosan ki tudjuk számolni, hogy ez 24 pi. A másiknál egy picit gondolkodni kell, de ha egy apró kis paramétert bevetünk, hogy az egyik körsugara kiser, akkor a másik körsugara 24 minusz kiser kell, hogy legyen, hiszen az átmérő akkor 48 minusz 2R, és hogy ezeket paraméteresen kiszámoljuk, ki fog esni az R paraméter, és valóban 24 pi-t kapunk, tehát valóban egyenlőek lesznek, Dezső sejtése igaz volt. És hát ezzel tulajdonképpen meg is oldottuk az összes feladatot.